Szevasztok, én Csepo vagyok, és itt lennék egy újabb HiPixel szervertúra résszel. És ebben a részben, mint láthatjátok, most már az arcom is fog látszani a videóban. És ezt amint sikerülni fog, zöld háttérrel meg is fogom oldani, de most gyorsan lépjünk is be egy meccsre, mondjuk a fentebbi szintre menjünk, mert mondjuk láttam, előző videóban már voltam, nem az előzőben, hanem egy régebbi videóban már voltam Hunger Games meccsen, és mint láthatjátok, egy picit átalakult a terület, ez a kis hely. Úgyhogy most felmegyek erre a második emeletre, és megnézem, hogy vannak-e új mapok, valami újdonság került-e be a játékba, és igen, akkor arra el fogok menni, és játszok vele egyet. City. Próbáljuk ki a City-t. Jó lesz. Szóval. Wow, de jól néz ki, vidám. Wow, akkor a nagy város. Ez az. Na szóval visszatérve erre a témára egy picit, hogy ebben a videóban már úgymond zöld háttérrel fogom ezt megoldani, majd ott lent valahol jobb oldalt fogtok. Mármint, hogy mindegy, valahol lent jobb oldalt fogtok látni engem, igen itt. És ha sikerül ezt megoldanom, úgy fogom megcsinálni, hogy csak a székem úgymond és az én körvonalam fog látszani, tehát hátam mögül a zöld háttér nem. És úgy szeretném magam elhelyezni szépen ott alulra, hogy minél több mindent lehessen látni a játékból is. Azért mondom azt, hogy nem tudom még, hogy fog-e sikerülni, mivel már régebben próbáltam egy ilyen kis tesztet, és ott az volt a baj, hogy mivel nincsen feltétlenül sok fény a szobámban, ezért az árnyékosabb részeken, mint például ott mögöttem a szék mögött, picit szemcsés volt a kép és sötét is, és ezt egy picit bugosan oldotta meg, ez a zöld hátteres dolog, ugye Sony Vegasban csináltam. Hát most éppen a szemembe világít egy jó nagy izzó, illetve a szobámban a villany is fel van kapcsolva, úgyhogy most már remélem, hogy ez elég lesz hozzá, mert mondjuk az izzó sem annyira túlságosan erős, csak egy kis asztali lámpa. Mindegy, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, és mondom, amint ha ezt sikerül megoldanom, akkor mostantól a videókban, a legtöbb videóban, amiben megoldhatom, így fogtok engem látni. A játék az mikor lenne kedves elindulni? Csak szólni kellett. Na, indul is a játék. Jej. 3, 2, 1 és... Jej. Wow, de jól néz ki ez a map. Ilyen modern city. Ja, ez valami új map lehet, mert ezzel még nem is nagyon játszottam, illetve még régebben sem találkoztam ezzel a mappal, úgyhogy... Ez izgalmas lesz. You will be able to move in 15 seconds. Okay, bárok. Most már csak 10. És futunk, elfutunk, nem tudom merre fussunk. Oda be, nem oda be, valahova el. Mondjuk arra. Ah, ez az. Szóval... Akkor megpróbálunk cseszteket keresni. És nem meg... Megint laggolt egy picit, szóval nem meghalni. Jó, kedves ember. Na, hagyjál békén, ne ütöges. Hát, egy nagy csarnok. Mozgó lépcsővel. És egy fénybággal. Az előbb láthattuk. Szerintem ide átjövök ebbe a kis csarnokba. Áh, de jól néz ki. És hát, hogy találok valami. Jó, hogy de nem tudunk bejutni. Szóval... Itt. Ez az. Itt csak gombok vannak, meg zöld ilyen nem tudom mik. Lemenjünk ezen a lépcsőn és meglátjuk, hogy találunk-e valami értékeset, és ha nem, akkor... Au. Ez... Ja, nem megy tovább. Ó, kaptam ilyen kezdő tuszokat, vagyis hát ilyen kis segítő itemeket. Erre sem megy tovább, mert akkor az nem jó. Úgy látszik, hogy máshova kell mennünk csesztekért. Bármint, ott láttam volna egyet. Nem. Mégsem. Ja, azt mondom, az lesz, hogy most innen valahogy megpróbálunk kijutni. Felugrándozunk. És akkor... Megyünk máshova cseszteket keresni. Ó! És be is jutottunk, előbb nem tudtam ide pont bejutni. Még nem túl sok minden volt a cseszbe, csak egy kis hús, egy kis rohadt hús, meg... Meg így nagyjából ennyi. Craftolni most nem szeretnék.
Tudunk menni? Ó, ki tudunk menni. Jaj. Na szóval visszatérve erre a zöld hátteres dologra még. Egyszerűbb lenne az, hogy például már most a kamerámat használom, a rendes nagy kamerámat ehhez. És lehet, hogy egyszerűbb és jobb megoldás lenne az, hogy mondjuk a webkamerámat használom. Bár annak amúgy sem olyan túl jó a minősége, mint az előző videómból azt láthattátok. És kőkard, ez az. És szépen elbújunk. Szépen nyugodtan, mintha éppen vacsoráznánk, és felvesszük a cuccainkat. Mondjuk így. Ja, jó lesz. Na, most már viszonylag nyugodtak vagyunk, mert van azért néhány cuccunk. Belettől még nem vagyunk halhatatlanok. Erre mi van? Egy gyorsabb lejárat. Ó! A cuccok. Hát nem hiszem, hogy erre is túl sok szükségem lesz. De szóval visszatérve erre a webkamera és rendes kamera dologra, hogy webkamerával annyi a rossz, hogy mivel webkamera, ezért a teljesítménye nem olyan jó, mint ezeknek a komolyabb kameráknak. Ez alatt azt értem, hogy az a kamera HD felvétel közben maximum 20 FPS tud biztosítani, lehet, hogy 25, nem vagyok benne biztos, nem is akarok nagyon hazudni. Szóval az a lényeg, hogy mivel az ilyen 20-25 FPS körül tud felvenni HD felbontásban, illetve 800x600-as felbontásban, és látott már több. Ugye ez a lényeg, hogy én ezzel már megpróbáltam webkamerával, és az volt vele a baj, hogy ugye mivel kevesebb FPS tud a webkamera, és a videó FPS-e sokkal több, pontosan 30, ezért picit bugosan működött, és... Az mi volt? Milyen kardja van annak, te jó Isten? Nem szeretem az ilyen embereket, mindenkit megöl. Jó, ezt elvesztettük. Nem baj, azért még itt járkálunk a mozgó lépcsőn, ami olyannyira mozgó lépcső, hogy itt egy helyben áll. Na mindegy, szóval meglátjuk, hogy ezzel fog-e sikerülni. Ugye, amit mondtam, a webkamerával bugos volt, tehát így mozogtam, és picit késve tettem mögém úgymond a zöld hátteret, és szóval bugos volt, úgyhogy webkamerával nem igen fogok készíteni zöld hátteres videókat. Maximum csak olyan videókat, amiben nem szeretném magam úgy kivágni a zöld háttérből. Hát szerintem az lesz, hogy itt körülnézek, mert más választásnál nagyon nincsen. És már csak két játékos van. Wow, ezért nagyon jól néz ki ez a ma. Sose játszottam rajta, de... Ki lehet menni a pályáról? Ez mi volt? A Deathmatch. Oh yeah. Ez is egész jól néz ki, ilyen kis otthonias berendezésű dolog. Ezt jól megmondtam, szóval ilyen kis tuki. Uha. Köszönöm. Ledobtak egy potionnel, vagy nem is tudom. És ő nyert. Gondoltam volna. Jaj, azért tapsoljuk meg. Hát igen, folytatjuk a bénáskodásunkat tovább. Bár mondjuk ez nem bénasság volt, erős volt, és nem tudtam volna nagyon mit kezdeni ellene. Ja. Hát akkor szerintem ez a videó ennyi lenne. Úgyhogy... ja. Köszönöm, hogy megnéztétek, hamarosan jelentkezek akkor a következő Hypixel szervertúra résszel. Addig is, sziasztok!